Több évtizede évente 4 alkalommal szervez a Kispesti Véradók Egyesülete önkéntes véradónapot. Régebben a Csokonai utcai tudásházban, idén januártól kezdve azonban a templomtéri civilek házában rendezik meg az eseményt egy-egy szombati napon. A véradók közül szinte valamennyien visszatérő önkéntesek, de mindig akadnak új első véradók is. Mekkora a véradói kedv ezen a szombaton? Hát most ez a délelőtt, a reggeltől már 8-kor sorban álltak, úgyhogy azt látom, hogy nagyon nagy a véradó kedv. Hát és reméljük, hogy kitart 2 óráig, de hát délben mindig szokott egy kis pauza lenni, hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Most nagyon-nagyon jól jönnek a véradók, úgyhogy nagyon örülünk neki. Vért bárki adhat, aki betöltötte 18. életévét, és nem múlt el 60. Feltétel továbbá, hogy teljesen egészséges legyen az illető a véradás pillanatában, illetve az azt megelőző hetekben is. Aki véradó kíván lenni pár órával a vérvétel előtt, fogyasszon bőségesen italt, ételt, és feltétlenül vigye magával az iratait. Személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját, hiszen a véradás mindig egy adatlap kitöltésével kezdődik. Az ezt követő szokásos orvosi konzultációt a járványhelyzet óta egy kibővített szűrővizsgálat is követi. Hát a feleségemnek volt egy műtétje, és akkor jöttem rá, hogy mi ez fontos a véradás. Van-e esetleg valamilyen közérzetbeli különbség előtte, utána? Jobban érzem magam. És milyen rendszerességgel ad vért? Hát évente, ha tudok, 3-4-szer. Kihasználja az összes lehetőséget itt Kispesten? Igen, hát hogyha lehet, akkor igen. A levet vért megszűrik, hogy az se szifilisz, se AIDS, se hepatitis vírussal fertőzött ne legyen. Ezeket a vizsgálatokat hamar elvégzik, mert a vér legfontosabb alkotóeleme, a trombocita csupán 5 napig fagyasztható. Egy ilyen véradó napot mekkora szervezés előz meg? Hát ugye az időpontot, mikor már tudjuk, akkor elkezdjük szervezni nyilván. Meg kell rendelni a szendvicseket, de hát ez nem egy olyan nagy dolog. Ezen kívül plakátokat készítünk, amiket a tagjaink kiszórnak a környéken. A Facebookon meghirdetjük, e-mailen meghirdetjük azok között, a tagok között, akik nekünk hozzájáruló nyilatkozatot adtak, tehát hogy küldhetünk nekik e-mailt, szép számmal vannak, hát körülbelül így ennyi. Ja, hát persze a tagok között meg kell beszélni, hogy kik tudnak eljönni a véradásra, kik tudnak a takarításban segíteni, ugye, mert ezt is meg kell tenni minden alkalommal, úgyhogy ennyi körülbelül az előkészület. Többször voltam már véradáson, és én a segítség miatt vagyok, hogy ezzel tudok segíteni másoknak. Esetleg irányítottan adott vért, tudja, hogy kinek szánja? Nem, de voltam már irányított véradáson is, de amikor lehet, akkor jövök. Rendszeresen ide Kispestre jár, vagy pedig az ország különböző pontjai? Több helyre járok, legfőképp a cégemnél szoktam, de most volt ez a lehetőség a közelben, és azért jöttem. A kispesti véradónapokra a civilek házán kívül általában a Shopmarkban és a Köki Terminálban kerül sor a Vöröskereszt szervezésében. Ezeknek időpontjáról szintén az interneten lehet tájékozódni. Egy ember évente többször is adhat vért. Ugye adok vérplazmát is, utána ugye kötelező, hogy egyszer utána vért adjak, és utána lehet ugye még egyszer menni. Úgyhogy ahogy lehet, egy évben mondjuk 5-ször biztos. És mi a motiváció, miért jó vért adni? Hát igazából ugye, hogy ikreket szültem, fiaim vannak, és hogy én a szülés miatt kaptam vért, megmentették az életemet ezzel, úgyhogy... Pont azóta ad vért mindig? Azóta, igen, hát ez 18 éve, úgyhogy, úgyhogy igazából azóta. Ez alkalommal 73-an jöttek el, közülük 64-en tudtak vért adni. Aki aktív és mobilis, az év bármelyik napján adhat vért, nem csak a kerületben, de az ország különböző pontjain. A helyszínekről és a dátumokról az Országos Vérellátó Szolgálat, illetve a Magyar Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni.